megszavazta a település idei költségvetését Nagykovácsi képviselő testülete, hogy ez mennyire zajlott simán, mennyi vita előzte meg, arról polgármester asszony beszél. Hosszú előkészítő munkája előzte meg azt, hogy benyújtottam a költségvetés tervezetet, így már a képviselőtestületi ülésen nem volt belőle vita, a képviselőtestület tagjai ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést, és nagy öröm számomra, hogy ilyen békés légkörben zajlik a munka a képviselőtársaimmal, mert itt sokkal hatékonyabban lehet működni. Nagyon szép összeggel indul a költségvetésünk, megközelítőleg 3,5 milliárdos Nagykovácsi önkormányzatának a költségvetése. Ez egyedülálló az eddigiekben. Ebből közel 1 milliárd forint a TOP plusz pályázatoknak az összege, amik mindegyike reményeim szerint még idén megvalósulhatnak. Ugye már 2 éve dolgozunk az előkészítésükön. Ez a 4 pályázat a Zsíroshegy-Alja vízelvezetés, öregiskola energetikai korszerűsítés, gyermekorvosi rendelő építése és a Vértes utcai járda és útépítés. Ezek azok a pályázatok, amik idén remélhetőleg megvalósulnak, és ezen kívül pedig, ami a költségvetésben a prioritásokat jelentette, azt nem mi találtuk ki, hanem elsősorban a lakossági igények alapján építettük föl, és így 5 terület élvez prioritást a költségvetésben, az útfejlesztés, járdaépítés, közbiztonság, közlekedésbiztonság, orvosi ellátás és a zöld felületek, közterületek. Ezekről részletesen olvashatnak majd a márciusi tájolóban. Most csak néhány szóval egy-két dolgot kiemelnék, például ugye a közbiztonság területén Nagykovácsi az egyik legbiztonságosabb településnek számít a statisztikai adatok alapján, de igyekszünk ezen még javítani, és ugye most már teljes egészében működik a kamerarendszerünk. Ez már biztos, hogy sokat fog segíteni, ezen kívül a közvilágítást fejlesztjük idén, illetve a rendőrséggel éppen most tárgyalunk, hogy segítenénk a rendőrséget egy rendőrautó beszerzésével. Remélhetőleg akkor több jelenlétre számíthatna Nagykovácsi a rendőrség felől. A közlekedésbiztonság, ez is egy rendkívül kiemelt terület az idei költségvetésünknek, elkészült a forgalomtechnikai tervünk felülvizsgálata, és ennek alapján történnek intézkedések, illetve fejlesztések. Például okos zebrát szeretnénk kialakítani az általános iskola előtt. Trafibox kihelyezését tervezzük az amerikai iskolával közösen, hogy az amerikai iskola előtt, tehát beérve Nagykovácsiban, ott lenne kint ez a Trafibox. Tudom, hogy ez nem fog osztatlan sikert aratni minden közlekedő körében, azonban azt gondolom, hogy az életvédelem és a közlekedés biztonság ezt felül kell, hogy írja, és igenis fontos, hogy ez lassítja a forgalmat. Igen, mindenképpen. Ezen kívül szeretnénk még újabb gyalogátkelőket építeni, illetve forgalomlassítókat építeni bizonyos helyekre, és ami érdekes, hogy a forgalomtechnikai tervünk javasolja a nem gyűjtő utakon a 30 km/h sebesség bevezetését, úgyhogy ezt is tervezzük. Ezen kívül, ami szintén kiemelt terület, a zöld területek, környezetvédelem. Részben a klímastratégia vállalásait kezdjük meg, dokumentumok előállításával, illetve nagyon apró lépésekkel. Például a Lemvirág Park közösségi tervezése már megkezdődött, idén szeretnénk, hogyha legalább egy része meg is valósulna. Ezzel kapcsolódik össze például a fásítási programunk. Pályáztunk a település fásítási programon, erről éppen szintén a legutóbbi képviselőtestületi ülésen döntött a képviselőtestület, és márciusban indul lecsere programunk, valamint a komposztláda és esővízgyűjtő programunk. A komposztládák 320 literesek újra felhasznált műanyagból készültek, 5000 forintot kell a lakosnak fizetni, a többit az önkormányzat egészíti ki. Az esővízgyűjtő tartályok pedig 200 literesek, itt 10000 forintba kerül a lakosoknak, és a többit kiegészíti az önkormányzat, és a költségvetésben tervezett keret kimerüléséig van lehetőség ezeket igényelni. Nagykovácsi önkormányzat honlapján megtalálható a regisztrációs lap, ott kell regisztrálni, és remélem, hogy most már 3. éve csináljuk ezt a programot, reméljük, hogy szép lassan elérjük azt, hogy minden háztartásban lesz például komposztláda, hogy újrahasznosítsák, ami eddig hulladéknak tűnt.
Mennyire tűnik stabilnak ez a költségvetés, úgy értve, hogy esetleges módosítások nélkül akár végvihető, vagy ez függ a pályázati bevételektől? Hogy látja ezt most? Költségvetésünk stabil, azonban elég nagy mozgásteret hagytunk úgy, hogy van bennem tartalék, van bennem céltartalék is, és általános tartalék is. Az elmúlt években nagyon sok váratlan helyzet adódott, gondoljunk csak a pandémiára, a háború kitörésére, az energiaválságra, az inflációra, tehát nagyon sok olyan nehézség adódott, ami az önkormányzat költségvetésében is gondot okozott. Ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy egy nagyobb általános tartalékkal tervez, hogy bármi adódik, legyen mihez nyúlni, és még azért is, hogy amennyiben pedig pozitív irányú lehetőség adódik, tehát újabb pályázat, újabb olyan dolog, amihez kell az önrész biztosítása, akkor az meglegyen, és tudjunk hozzányúlni, tudjunk pályázni, tudjunk haladni előre és fejlődni. Sok sikert megvalósításhoz! Köszönöm szépen!